Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. A tavalyi évben élet újjá a Cinege Madár népdaléneklési verseny. A felszállott a páva sikerén felbuzdulva útjára indított vetélkedés eredményeként sokan vállalkoznak arra, hogy népszerűsítsék a magyar népdalt és népzenét. Arról nem is szólva, hogy a szakemberek szerint az éneklésnek komoly közösségszervező ereje is van. Soron inned is áldjon meg az Isten is téged, Rózsám, engem is, még aki fölnevelt is. Ha te tudnád, amit én minden legény vagyok. A Cinege Madár népdaléneklési verseny legnagyobb előnye, hogy a tehetségek meg tudják mutatni magukat a világnak. Számos példa van arra, hogy országosan elismerté vált muzsikus ennek a sorozatnak köszönheti a sikerét. Ilyen volt Zsikó Zoltán, aki egy hasonló versenyen tűnt fel. Egy népzenei versenyen megismerkedtem Vakler Annával, aki a Zeneakadémia Népzene Tanszékének az egyik alapító tanára volt, és gyakorlatilag feltette azt a kérdést, hogy szeretnék-e komolyabban foglalkozni a zenével, és persze gimnazistaként, bátaszéki gimnazistaként korlátozottak voltak a lehetőségeim a népzene tanulás iránt. Persze a legjobb kezekben tanulhattam Bonyhádon és Szekszárdon a zeneiskolába, de mégiscsak azért ez egy korlát. És hogyha annak idején Vakler Anna nem teszi fel azt a kérdést nekem, hogy szeretnék-e komolyabban a zenével foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel soha nem járhattam volna a Székesfehérvári Konzervatóriumba, és aztán pedig nem nyerhettem volna felvételt a Zeneakadémiára. Azért hoztam ezt a személyes példát, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentősége ennek a versenynek, és azt gondolom, hogy ha van mire készülni, és van egy olyan platform, ahol egyébként meg tudjuk munkat méretni, ott komoly visszajelzéseket tudunk kapni a munkánkat illetően, akkor ez nyilván ez egy komoly motiváció is a gyerekeknek. Vekler Anna a szekszárdi forduló zsűriében is helyet kapott. Azt mondja, a népzene egy olyan műfaj, amihez könnyű csatlakozni, hiszen jelvezete mindenki számára közérthető. Nagyon, nagyon könnyű az énekléshez, nem kell semmiféle eszköz. A testünk, a hangszerünk, ráadásul anyanyelven történik, egy olyan nyelvezeten, ami mindenkinek igény, hogy kifejezze magát. Tehát azokhoz a tehetséges fiatalokhoz, gyermekekhez, fiatalokhoz nagyon, hogy mondjam, nagyon vonzó csatlakozni, nagyon könnyű csatlakozni. Az igazi kérdés szerintem talán nem is ez, hanem az, hogy azok a lelkes emberek, akik egy-egy közösségben ott vannak, egy iskolát tekintve kik ezek a lelkes emberek, egy tanítónő, egy énektanár, egy olyan ember, aki szeret énekelni. Sokszor tapasztaljuk országszerte, hogy ma már nem biztos, hogy a művészettanárok azok, akik ennek a motorjai, hanem egész egyszerűen a szakmán túl nagyon fontossá vált újra az, hogy higgyen valaki abban, amit csinál, és be tudja vonzani azokat az embereket, maga köré tudja gyűjteni, és lelkesíteni tudja, akik ezt szintén szeretnék csinálni. Az éneklés tehát egy közösségi szervező erő is lehet. Ezek a tehetségkutatók mozdítanak is valamit, csak az a baj, hogy nagyon kevés a szakember. Az iskolában alig van énekóra, meg alig van énektanár, meg hogy mondjam, ami mozdítja előre a munkát, az pusztán csak öntevékenység. Az intézmények segítséget nem igen kapnak. Most, hogy a Cinege elindult, itt most szerveződött egyfajta továbbképzés is, de szerintem ez még mindig kevés. Az már biztos, hogyha végignézzük a mai szereplőknek a listáját, hogy van előrelépés, mert sokkal több a csoport, sokkal több a fiatal. Ez jelent valamit, úgyhogy bízunk a jövőben. Zsandár urak, tessék megfigyelni! Milyen szépen tudok énekelni, ereszel akarom, a babámat akarom megölelni. Ha megnézzük a felszállott a pávát, ha megnézzük a táncházmozgalom virágzását, akkor azt láthatjuk, hogy akik egyszer elkezdenek a népzenével, a néptánccal foglalkozni, azok gyakorlatilag onnantól vérszövetséget kötnek a kultúrával, és vérszövetséget kötnek egymással, és gyakorlatilag tényleg csak barátságok, szerelmek, aztán
későbbiekben számos jó példát látunk arra, hogy mennyivel jobban tudnak boldogulni ebben a nagy családban azok, akik a népzenével foglalkoznak. Tavalyihoz képest ma kevesebben vagyunk az idei cínegemadárban. Tavaly a nagy kezdet, a nagy újrakezdés, az egy nagy, nagy lendület volt. És ma azon gondolkodtam, hogy talán pont ez a lelkes embereknek a mércéje, hogy ha valamiben hiszünk, akkor nem csak a nagy akciók világában, nem csak egyszeri alkalommal meglökjük azt a dolgot, hanem évről évre ott vagyunk, és mi lehet ilyen ennél minden lehet természetesebb, mint pont a saját vidékünk, a saját szülőföldünkhöz való kötődésünknek a megmutatása, és ebben a népzene népdal éneklés tökéletes. Úgyhogy csak azt tudom kívánni mindenkinek volna mennyiben, hogy ez a lelkesedés, ez maradjon meg, és ez legyen a kapcsolódás a múltunkhoz, és hát ezzel a jövőnkhöz is. Volt egy ilyen mélypont, amikor sajnos a megyét nem lehetett igazából úgy megmozdosítani, de jó pár éve újból visszatért ez a gondolat, és megint szárnyra kapott a cínegemadár, és ami nekünk nagyon jó dolog, és nagyon jó példamutatás, hogy itt mindenféle korosztály. Tehát mi nagyon szeretjük a versenyeket, meg a gála bemutatókat is, mert ugye a kisiskolástól kezdve a középiskola, a felnőtt kor és a nyugdíjasok köréktől kezdve mindenki. Tehát egy remek egy íve van ennek a dolognak, és a gyerekek csak a példából tudnak tanulni. És hogy mi a jó az éneklésben, arról szóljanak a legkisebbek. Bele lehet adni mindent, meg minden nagyon jó benne, szerintem. Anya mindig azt mondja, hogy használjam ki az ének tehetségemet, és hogy kitartóan énekeljek, és engem ez motivál igazából, hogy anya meg Klári nén is bíznak bennem, és meg kell mutatnom nekik, hogy ügyes vagyok. Csak úgy szeretek énekelni. Van egy lyukas nadrágom, folt is rajt 23, ég alatt hálok, jobb időket várok. Szexárdot bemutató ismeretterjesztő előadás sorozatot indított az I. és Gyula megyei könyvtár. A minden hónap első csütörtökén megtartott előadások a Szexárd, ahol élünk című könyv alapján mutatják be a Tolnai megyek székhelyet. A könyv egy-egy fejezetének szerzője által. Tavaly augusztus 29-én a Városnapján mutatták be a Szexárd történeti kulturális gyökereit feldolgozó több mint 300 oldalas könyvet. A másfél éven át készített tanulmánykötet 10 kutató esetenként évtizedek óta tartó munkáját foglalja össze olvasmányos formában. Tulajdonképpen a Szexárd korai történetétől kezdve egészen napjainkig a legutolsó választásokig vannak benne információk. Tehát Szexárd korai története, a honfoglalás előtti korszak, aztán ahogy végigmegyünk a történeti korszakokon, tehát a kronológiához alkalmazkodva készültek a fejezetek, és a szerzők is úgy készültek, de a kronológián belül tematikus csoportok vannak, tehát a városlakókról, a városgazdálkodásáról, az egyházakról, az iskolákról, a mindennapi életről, tehát azt próbáltuk bemutatni, hogy az elmúlt évszázadok, évezredek alatt az itt élő emberek hogyan értek a mindennapokba, mi az, ami foglalkoztatta őket, mi az, ami érdekelte őket. Egyrészt a szexárdiaknak, szexárdi fiataloknak, szexárdi idősebbeknek, tehát mindenkinek szántunk Szexárdon. Miután nem egy szerzőről van szó, hanem 10 szerző írta ezt a könyvet, mindenki a saját kutatási területének megfelelően, ezért célszerűnek látszott az, hogy mindenki beszéljen magáról, a saját fejezetéről, a saját kutatási témájáról. Szexárdról mondhatni rengeteg monográfia, úti könyv és tanulmánykötet készült, ám ezek legtöbbje nem kifejezetten a társadalom legszélesebb körét célozta meg. Egyebek mellett e tekintetben hozott igazán jelentős újítást a Szexárd, ahol élünk című kötet. A könyv köszöntőjét Ács Rezső, a város polgármestere írta. Nem véletlenül, hiszen az ötletgazda is ő volt. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan könyvet kellene letenni az asztalra, amely egyik oldalról a könyvesport dísze is lehet. Azt gondolom, hogy ennek a célnak maximálisan megfelel, külsőleg és tartalom szempontjából is. De mindenképp azt szerettük volna, hogy a történelemképzés oktatás része legyen Szexárdon. Ehhez viszont szükség volt arra, hogy egyrészt a könyv tartalmának a feldolgozásához szükséges
munkafizet elkészüljön, ezt a gesztes jönikői elkészítették egy tanári garda közösen, közös munkavégeredményeken, illetve elkészüljön hozzá egy tanítási segédlet is. A könyvtár érdekes olvasmányként és a hozzáírt munkafüzetnek, valamint az ahhoz járó megoldó kulcsnak köszönhetően tananyagként is kézbe vehető. Sőt, mostantól már a sorok mondhatni meg is elevenednek, havonta egy alkalommal, ugyanis minden hónap első csütörtökén az I. és Gyula megyei könyvtárban mutatják be a szerzők, hogyan készültek az általuk jegyzett fejezetek. Miután én vagyok a kötetnek a szerkesztője, így velem kezdődik ez az egész, hogy hogyan is született meg a könyv, milyen elképzelések, milyen gondolatok mentén terveztük meg a kötetet, hogyan hoztuk össze a szerzőgárdát, illetve hogyan volt az egésznek a megvalósítása, hiszen azért ez egy elég hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mikor kezdtük el, másfél év alatt született meg ez a könyv. Nyilván ehhez kellett az, hogy itt a szerzők már hosszú évek, évtizedek óta foglalkoznak ezekkel a kutatási témákkal. Világtörténelem, magyar történelem után a középiskolákban, illetve felső tagozatban pedig szexár története is a gyerekek tananyagában szerepel. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy egyrészt megértsék azt, hogy a családjuk sorsa, múltja, és véletlenül a jövője miért alakul úgy, ahogy alakul, hogy miért alakult úgy, ahogy alakult, és ez talán a városhoz való kötődést, a szülőföldhöz való kötődést is jelentős mértékben fogja erősíteni. Emellett egyébként ilyen színvonalú, ennyire gazdagon illusztrált, összefoglaló könyv a város történetének feldolgozását, illetően az én tudomásom szerint még nem született. Az előadások során a résztvevők betekintetnek tehát a kötet elkészültének kulisszatitkaiba. Nem titok, hogy az egymáshoz csak lazán kapcsolódó kutatások egy igazán olvasmányos, gazdagon illusztrált kötetbe szerkesztése nagy feladat elé állította az alkotókat. Ami igazán nehézséget okozott a könyv létrehozásánál, hogy egyrészt eredetileg tankönyvnek készült, de mi egyikünk se tankönyvíró. A másik pedig, hogy olyan olvasmányos legyen, ami nem egyrészt megfelel a tudományos követelményeknek, másrészt azért a nagy közönség számára szóljon, tehát kellemes, olvasmányos, érdekes legyen. Tehát ezt azért nem volt annyira könnyű összehozni. Kértem, hogy a szerzők, a kutatók próbáljanak meg új szempontok alapján az eddigi forrásokat, feltárt forrásokat, vagy új források után kutatni és megnézni. És nagyon sok új információ került felszínre szerintem, ami egyrészt a kutatót is meglepte, másrészt az olvasókat is meg fogja letni. Jó, hát nem találtuk fel a spanyol viaszt, mert hát nyilván nem alapvető dolgokon ez nem változtatott. Ezek a kutatások nem változtattak rajta, viszont nagyon sok érdekes új részlet került napvilágra. A régió legjobb szólótáncosai mutathatták meg tudásukat szexárdon. A legtehetségesebbek között ezúttal először azok a táncosok is színpadra léphettek, akik hagyományőrző csoportokban tanulják szűkebb pátriájuk tánckultúráját. Mészáros Nikolett és Kis Ákos mutatja be produkcióját a zsűrinek. De ez természetes lenne egy néptáncversenyen, csak hogy ők bugyiszlóiak, ahol hagyományőrző egyesület működik. Ez volt az első alkalom a szólótáncversenyek történetében, hogy a nem táncegyüttesekben edződő fiatalok is színre léphettek. Ez a tehetséggondozásnak a következményeképp jött létre ez a hálózatos verseny, ami azt jelenti, hogy mindazok, akik a csoportos munkában kitűnnek egyéni teljesítőképességükkel vagy egyéni adottságaikkal, azokat ezek a műhelyek, ezek az iskolák külön foglalkoztatásba részesítik, és elviszik őket versenyre, például egy ilyenre. Nem csak arra jó, hogy egy belső energiát megmozgasson, és belülről kapacitálja a táncosokat arra, hogy egyre jobbak legyenek, hanem arra is nagyon jó, hogy meglássuk egymást, megnézzük, hogy másik hogy dolgozik, és az inspiráljon bennünket arra, hogy lépjünk tovább, haladjunk. És hát ennek a versenynek a legnagyobb erénye most az, hogy sikerült megszólítani a hagyományőrző kategóriát, ami azt jelenti, hogy soha még ebben az országban nem volt hagyományőrző táncegyüttesekben táncoló gyermekeknek verseny. És most sikerült néhány, nem mindenkit, nem sokat, de
az első lépésként néhány környező együttest megszólítani, és el is hozták a legkiválóbb táncosaikat. És ott hát érdekes tapasztalatunk van. Ugye régen azért volt erős egy hagyományozó táncegyüttesben táncoló parasztasszony, mert olyan munkát végzett a mezőn, az erdőben, a földeken, ahol erős volt a lába, erős volt a karja, a dereka. Na most ugye ezek a munkák elmentek, és az az erős lábú ember, erős kezű ember, az a saját nagyszülőitől tanulta meg, hogy hogyan táncol, hogyan énekel, míg ezek a gyerekek már csak tanártól tanulják, erőtlen lábbal, gyenge kézzel, és mondhatnám, még a táncegyüttesekben nagyon erős technikai képzés van, addig a hagyományőrzőknél még nem indul be ilyen technikai képzés. Tehát nagyon érdekes következtetésekre ad okot ez a verseny. És persze úgy, mint Bogyiszlón, van az a helyzet, ahol a két tematika keveredik. Köszönhető ez Huszárikné Bölöt Zsófiának, aki a bartinás módszerekkel a tarsójában vezet egy hagyományőrző csoportot. Ezek a gyerekek azért fogadják el Bogyiszlón, mert én onnan jöttem. Én ugyanabban a kultúrban kezdtem 5 éves koromban táncolni, ahonnét most ezeket a gyerekeket hoztam, és ahonnét, vagy ahol ezekkel a gyerekekkel én dolgozom. Tehát engem ismernek, és tőlem ezt elfogadják, és sokszor a kemény munka azt gondolom, hogy majd meg fogja hozni a gyümölcsét, de ezt néha nehéz elfogadni, de soha nem mondták azt, hogy ők ezt nem szeretnék csinálni, és soha nem tanúsítottak semmiféle ellenállást. Ők ezt nagyon szívesen csinálják, mert szeretik, és tudják azt, hogy a szüleik, nagyszüleik hagyományait, értékeit visszük tovább, mert én ezeket ismerem, mert én vagyok az a személy az ő számukra, aki hitelesen viszi ezeket a dolgokat tovább, és bármikor elfogadják tőlem, ha hiteles vagyok, és jól felkészült, akkor tudom azt a táncanyagot tovább éltetni, tovább vinni, amit az őseink táncoltak. Én mondom, hogy őseink, mert az én nagymamám bogyiszlói, és az egész familiám bogyiszlói, és pontosan és ugyanúgy, ahogy ők táncolták, akkor tudjuk tovább éltetni. És azt gondolom, hogy nekünk, együttesvezetőknek az a célunk, gyerektáncsoport pedagógusoknak, az a célunk, hogy ezt az eredeti kultúrát megőrizzük, és abban a mi voltjában adjuk tovább a gyerekeknek, ahogy ezt mi is megismertük még. Nincsen külön szempontrendszere a kategóriáknak. Nyilván az életkori sajátosságokat figyelembe véve tudjuk őket figyelembe venni, hogy annak a kategóriának megfelelően táncolnak, és hogy táncolnak a fiatalok, a gyerekek. Nagyon ügyes és nagyon színes a felhozatal. A hagyományőrzők egy másik iskola, tehát ők ugye, akik azt mondjuk, hogy anyatejjel szívják, de nyilván már nem így van, mert nem a hagyományban élnek, hanem a hagyomány visszatanulói, akár csak a nagy műhely munkáknak a műhely munkákban nevelkedett táncosok. Az nagyon fontos, hogy a családi indítatása milyen ennek a dolognak. Tehát az, hogyha valaki a nagymamája ruhájában tud táncolni, az már egy lelki töltést ad annak a kicsi gyereknek, de azt kell mondjam, hogy nem velejárója. Tehát vannak olyan gyerekek is, akiknek a nagymamái csak ülnek és nézik laikusként a nézőtéről, és vannak olyan gyerekek, akiknek a nagymamái öltöztetik a gyerekeket. Remélhetőleg minél több gyerek tud jönni majd ilyen versenyekre, mert ennek pont az a lényege, hogy ne versenyszinten értékeljék ezt a dolgot a gyerekeknél, meg a szülők se várjanak el itt eredményeket, hanem az a felkészülés, az a tudás, amit itt a gyerekektől látunk. És nagyon fontos, hogy az nekem nagyon sokszor többletpontot okoz és jelent, hogyha mosolyognak, élvezik, folyik belőlük a tánc, nem pedig egy lecke ízű felmondást láthatunk a produkció alatt.
zsűri sokféle szempontrendszert figyelembe véve hozta meg a döntéseit. Külön díjazták a hagyományőrzőket, a táncegyüttesi kategóriában indulókat, de figyelemmel voltak a korosztályokra is. A legjobbak kiemelt arany, arany, ezüst vagy bronz minősítéssel térhettek haza. Séfer Erzsébet író-olvasó találkozóra várta a paksi publikumot a Pákolic István könyvtárban. A nőnap alkalmából természetesen a nők kerültek fókuszba, és mi másról, mint a szerelemről és a férfiakról való kapcsolatukról esett szó az est folyamán. Utazunk a héven, nem nagyon szoktunk úgy kilépni a házból, nem azért, mert ez egy szabály volt, csak valamiért nem szoktunk vitatkozva, összeveszve. Rossz sugárzással kilépni a házból. Tényleg, valahogy ez nem volt divatban. Nem így éltünk. Nők, szerelem, férfiak és mi nők. Mindez központi téma volt Séfer Erzsébet előadásában. Kalandozásra, játékra invitálta az írónő a hallgatóit, akik többségében nők voltak. Az író-olvasó találkozó a nőnapi jegyében telt a Paksi Pákolic István könyvtárban. Mi nők röptetők, igaz mesék a szerelemről, nem csak nőknek címmel. Mi tudunk röptetni? Ezt majd el fogom mesélni, a Gyurkovics Tibortól hallottam ezt a nagy jó tételt, hogy azt mondja, ti tudtok röptetni minket, férfiakat. Mi nem röpdösünk úgy magunktól. Mondom, és akkor velünk mi lesz? Hát aztán majd visszaröptetünk. De ti kezditek. Nálatok van a marsalbot, szoktam mondani, úgyhogy ezt majd elmondom. És azt mondja, használjátok, mert minden bennetek van. Régen azt mondták, hogy a kötény alá, a nő köténye alatt sok minden elfér. De nem erről van szó, miközben ez is igaz, a régi nagy igazságokból sok igaz mára is, de hogy elfelejtünk játszani felnőtt korban, nem játszik az ember, és közben meg lehet, és én ezekről is megpróbálok mesélni, hogy nincs korhoz kötve, hogy az ember úgy maradjon teremtő. Egy nő egyfelől ott van, hát az anyaság az egy akkora nagy adóász, vagy hogy mondjam, akkora nagy, nagy ajándék. És nem a férfi ellenében próbálok. Mások vagyunk, nem jobbak és nem rosszabbak. És a férfiak is nem jobbak és nem rosszabbak, csak mások. És ha ezt a másságot az ember elfogadja, tudja, Akkor nincs baj. Vörös Sándornak van egy nagyon jó mondata. A nőnek bájolnia kell, és a férfinek meg hódítani. És ha ezt egy kapcsolaton belül meg tudja az ember tartani, akkor nincs baj. És én ezekről a megtartásról, hogy lehet bájolni 70 évesen, vagy hogy lehet bájolni akárhogyan, akár hány évesen, és akár milyen helyzetben, megpróbálok ezekről mesélni. És ez a kislány így beleáll így a levegőbe, azt mondja, hogy szia, anya! És ott állt, lent a lépcsőnél egy piros kabátos nő, és azt mondta, hogy szervusz, drága kis cicám, gyere! Séfer Erzsébet őszintén beszélt magánéletéről, férjével való kapcsolatáról. Nem szerelmesen ment férjhez, meséli, hanem mélységes bizalommal. Bizalommal mentem, nagy, mélységes bizalommal. És ez szinte több volt. És nagy szerelmek történtek és születtek kettőnk között, vagy én már nem tudom. Meg sok ilyen bölcsesség van, a Márainak van egy jó mondata, és ez igaz, már az ember tudja ilyen időskorban, hogy mennyire igaz, hogy a kapcsolatnak az a kulcsa, egy jó kapcsolatnak az a kulcsa, mondja ő, de ő egy rossz kedvű ember volt, szegény, hogy a kettő közül az egyik mindig jobban szeret, és ha a másik hagyja, hogy szeresse, akkor nincs baj. Ha most ezt visszafejtitek, vagy visszafejti az ember, ez tényleg így van. És ez se állandó, ez nem konstans. Van, amikor én szeretek jobban, van, amikor ő szeret jobban. Szóval nincs szabály. Én újra és újra beleszerettem a férjembe. Tehát ez nem úgy van, hogy így megy, mint egy csóva, és föl, és ott már ott. Igen, alkalmanként újra és újra nagy csóva lesz, szerintem.
mert a hála. A hála egy simogatásért, amikor te éppen ott sírsz, és nem tudod, hogy miért, hogy hozzád ér a másik, az a hála olyan, úgy átcsap egy nagy, kimondhatatlan szerelmetes szeretetté, vagy sok mindentől az ember, nem mondom azt, mondom, hogy egy folyamatos, a szerelem az egy láng, az föllobban, világít, ott van, megperzsel, jól megperzsel, és aztán meg kihúny. Aztán vannak az égető szerelmek. Oda nézett, és tudta valószínűleg, hogy minden délután 2:30-kor a hév első kocsijának a második ajtajánál ott áll egy piroskabátos anyukája. Nem volt kétség. És mondtam, hogy oda megyek a férjemhez, azt mondja, mondom, de hülyék vagyunk. Azt mondja, hát azok, nagyon hülyék vagyunk. És így megölelt. Ünnepeljünk együtt március 15-én Szekszárdon. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának nemzeti ünnepén 4 napos programsorozattal tisztelgünk a magyar történelem egyik legnagyobb eseménye előtt. Ingyenes programokkal várjuk a családokat a Babits Mihály Kulturális Központba is, ahol korabeli kávéházi hangulatot varázsolunk, a kicsiket kézműves foglalkozásokkal, filmvetítésekkel várjuk. A mozi előterébe Pilvax kávéházi hangulatot varázsolunk, lehetőség lesz reformkori gyerekruhákba, jelmezekbe öltözni. Az Agóra kávézóban pedig korabeli süteményeket és kávékülönlegességeket kóstolhat a közönség. Az ünnepi hosszú hétvége részletes programját keresse a Kulturális Központ Facebook oldalán, vagy a www.szekszárdagora.hu honlapon. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!